A turai születésű Sára Sándor Turaváros önkormányzatával közösen létrehozta a Földobott kő nevet viselő alapítványt 2018 tavaszán. Az év elején meghirdette első pályázatát szülőföldem a Galga mentén. A pályázat részleteiről Seres Tündét, a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, valamint a Földobott kő alapítvány titkárát kérdezzük. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Milyen céllal jött létre az alapítvány? Az alapítvány egyik kiemelt elsődleges célja, ami majd az ismertetendő pályázati íráshoz is kapcsolódik, hogy a Galga mentén egy alapítókirat által földrajzilag is lehatárolt területen 35 évnél fiatalabb pályakezdő tehetséges alkotóművészeket támogassa, ösztönözze ebben a munkában, illetve egy picit túlmutat ez a művészeti munkán, a szülőföldhöz való kapcsolódás megjelenhet tudományos jellegű munkákban is, illetve azok támogatásában. Tehát ez most az elsődleges és kiemelt cél, de emellett legalább annyira fontos magának a Sára Sándor életműnek a felmutatása, és hát későbbiek során ennek az életműnek a gondozása. És ennek érdekében a pályázati célok közt szerepel az is, hogy a turai ingatlant a későbbiekben majd az alapító egy olyan célra szánja, hogy alkotóházként egyfajta ilyen filmes találkozóhelyként, művészeti találkozóhelyként működtesse az alapítvány, és ott kapjon helyet Sára Sándor és felesége Szeged Erika színművésznőnek az életműve, emlékszobája, kiállítása. Ön hogy kapcsolódik ehhez az alapítványhoz? Úgy gondolom, hogy mivel Sára Sándor személyével az intézménynek már évek, évtizedek óta nagyon jó kapcsolata van, hogy ismeri azt a fajta szellemi hátteret, ami bázisként szolgálhat egy ilyen alapítvány működéséhez. Ugye kell egyfajta irodai, meg infrastruktúrális háttér, amit az intézmény ilyen módon is tud, az önkormányzaton keresztül is nyújtani. És hát nekem személy szerint is megtiszteltetés volt, hogy a titkári teendőkre ebben felkért. Ugyanakkor mellette olyan kuratóriumi tagokat is, akik részben a művelődési ház életéhez is kapcsolódnak, de mindenképp kiemelten Turához, illetve ehhez a Galga menti településhez. Az alapítvány felkért elnöke Kovács Géza, aki szintén turai születésű és a Magyar Rádió zenei együtteseinek az igazgatója. De ott van a kuratóriumi tagok között Mackó Mária, Emerton és Magyar Örökségdíjas, Prímadíjas népdalénekes, vagy dr. Köles József, turai származású belgyógyász főorvos, Tóth István volt polgármester, egy családtag Sára István, de hogy ne csak a turaiakat említsem, a turai kötődést említsem, a filmes szakmai vonal szempontjából a Duna tévés és filmes pályafutásában egyik jobb kezeként működött Pintér Judit, filmkritikus, a Magyar Művészeti Akadémiának a munkatársa. Tehát ez az a szakmai, emberi, baráti gárda, amely körülveszi az alapító felkérésére ezt a fajta célkitűzést. Mennyire illeszkedik a pályázat és az alapítvány létrejöttének a célja? Mennyire vannak ők így egy síkon? Hát most, ahogy említettem, mindenféleképpen a kiemelt cél mentén szerettünk volna haladni, és ezen belül szűkítő kategóriaként az alkotóművészeti technikákból most a Sára életműhöz leginkább kapcsolódó műfajokat választottuk ki, tehát két kategóriában, fotózásban és filmkészítésben, de azon belül most jelenleg csak a rövid filmkészítésben írtunk ki pályázatot, és hát fontos elemének gondoljuk, hogy mivel ugyan a pályázati kiírás illeszkedik az alapítókiratban szerepelt életkori megkötéshez, tehát a 35 év alatti pályázókat várják, de ez a fajta művészi lét szerintem elképzelhetetlen a 35 pluszos generációval való együttműködés nélkül, tehát egyfajta mentor szerepet szánunk ezeknek a 35 pluszos szülőföldhöz kapcsolódó művészeknek, és akkor hát konkrétan meg is említeném, hogy melyik az a alapító által lehatárolt földrajzi egység, melyik az a 14 település, amely kedvezményezettje lehet itt a pályázaton való részvételnek.
Hát ha túrából ágaztatom el, akkor egyik irányban ugye Boldog, Jászfényszaru, illetve Zsámbok, ami ez a földrajzi határa, és másik irányba pedig, ahogy haladunk az alsó Galgamente felől a felső Galgamente felé, Galgahévíz, Hévízgyörk, Bag, Aszód, Kartal, illetve a másik irányban Domony, Iklad, Galgamácsa, Galgagyörk és Püspök 60-nal bezárólag tartoznak bele az alapító által választott települések, ami nyilván nem egy az egyben fedi le a Galgamente földrajzi egységét, de feltételezhető, hogy kiemelt szerepet kaptak benne azok a települések, amelyek így az élete során valamilyen különösebb jelentőséggel bírtak, vagy a forgatásai helyszíneként, témájaként esetleg plusz adalékokat tudtak adni, és itt külön kiemelném ugye Tura mellett Ikladot vagy Aszódot. Térjünk vissza egy kicsit erre a 35 éves korosztály megkötésre. Mit tegyen az a 36 éves, akinek van a fiókjában egy tökéletes pályázati fotó, vagy van az ötlettárában egy olyan kis rövid film, amit meg tudna valósítani? Ők is kapnak valamikor teret? Hát a későbbiek folyamán nyilván nem szűkül be ez a lehetőség, de erre gondoltuk ki ezt a mentorálási lehetőséget, hogy lehet, hogy mégiscsak valamiféle közös munkaként, esetleg, hogyha 36 éves vagy annál idősebb megkeres egy olyan fiatalt, akit inspirálni szeretne erre az alkotói munkára. Pontosan ez is jelentőséggel bírna itt az alapítvány működése szempontjából, hogy ugye minden település érthető módon hajszolja, megpróbálja a saját problémáit, feladatait megoldani, és hogy itt a művészet területén ez lehetne ezeknek a településeknek egyfajta találkozási pont, hogy ne egymástól elszigetelten működjenek, létezzenek. Úgyhogy hát ilyen fajta kreatív megoldásokkal biztos, hogy be tudnak kapcsolódni, de elmondom még egyszer, hogy ezért gondoltuk, hogy a mentorálásnak nagy jelentősége lehet. És talán úgy mondanám, hogy egy kicsit azt is szerette volna ezzel az alapító Sára Sándor kifejezni, annak az üzenetét közvetíteni, hogy számára igenis fontos, hogy most mit gondolnak a fiatalok a szülőföldről, a magyar valóságról, a társadalmi problémákról, milyen kifejezni valójuk van ezzel kapcsolatban. Meddig lehet benyújtani a pályázatokat? A pályázat benyújtásának a határideje ez év augusztus 31-e, ugye a hivatalos kihirdetése az a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan január 20-án egy turai filmklubos esemény keretében történt meg, és hát, hogy egyre elérhetőbbé váljon, azon túl, hogy felkerestük levélben és személyes formában az érintett 14 települést, mindezen túl most ugye töltögetjük a webes felületeinket, hogy teljes részletezettséggel minden pályázati tudnivaló ott elérhetővé váljon, és ott egyértelműen látható lesz majd, hogy augusztus 31-e ennek a határideje, hogy milyen egyéb részletekkel, meg technikai feltételekkel az benne lesz a pontos pályázati kiírásba. Utána pedig egy értékelési, elbírálási szakasz következik, és hát stílusosan ugye az alapító születésnapjához, november 28-ához kötnénk a nyilvános eredményhirdetést kiállítással, vetítéssel, erre megfelelő helyszínen, reményeink szerint a hamarosan nyíló turai kastélyban. Kik fogják elbírálni a pályázatokat, az alapítvány tagjai, vagy meghívnak esetleg olyan külsősöket, akik más szemmel nézik a mostani? A kuratórium tagjai, ez az alapítónak is kérése volt, tehát hogy egyértelműen a bírálóbizottság tagjai legyenek. Hát ennek az elnöke mindenféleképpen maga az alapító Sára Sándor lenne, illetve bevontunk olyan személyeket, akik a filmes, fotós, képzőművész világhoz kapcsolódnak, és itt három nevet külön is szeretnék kiemelni. Kovács László operatőr, rendező, producert, akinek szintén rövid filmben, dokumentumfilmben komoly filmográfiája van. Azután a turai származású Benke Attila filmesztétát, aki a filmvilágnak is munkatársa,
illetve a Kartali Ladócsi Műterem galériát működtető festőművész Ladócsi Lászlót, akit megszólítottunk a bíráló bizottság tagjaiként. Milyen díjazásban részesítik majd a nyerteseket? Hát jelenleg egyszeri pénzbeli díjazásról beszélünk, tehát hogy ez az első úgymond kísérleti pályázat. Itt a fotó kategóriában annak, akit arra legméltóbbnak ítél majd a zsűri, ott 150 ezer forintos pénzbeli díjazás lesz, a rövidfilm esetében pedig 300 ezer forintos, de ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy most indulásképpen mindkét kategóriában egy-egy személyt szeretne támogatni az alapítvány, ami a későbbiek során nyilván, ahogy duzzad a benne lévő tőke, szélesedne, de semmiképp sem annak a jellegét akartuk megteremteni, hogy ez valamiféle verseny, hanem egyszerűen most egy-egy olyan kiválasztott lenne, akit leginkább arra érdemesnek tart, hogy segítse a pályán való elindulását. Emellett azonban a partnerségben állunk a Magyar Művészeti Akadémiával, és ők is fenntartják azt a lehetőséget, hogy megismerve ezeket a pályamunkákat saját elbírálásuk alapján szintén ezen felül is tudnak pénzbeli díjazásban, ösztöndíjban részesíteni. Milyen utógondozásban fogják részesíteni a pályázatokat? Hát a legfontosabb elemének azt gondolom, hogy azért szeretnénk esemény köré szervezni kiállítás megnyitóval és vetítéssel, hogy ismerkedjen ez a fajta pályakezdő művész társadalom, és hát gyakorlatilag az erről készült anyagok is utána már hírvivők, referenciák lehetnek a későbbiek során, de az elsőként elindított kiállítás, az tulajdonképpen egy vándorkiállításnak lenne az első állomása a eredményhirdetéssel kapcsolatos megnyitóval indítva, és hát reményeink szerint mind a érintett 14 település fogadóképes lesz arra, hogy egy megfelelő helyszínen bemutathassa ezt a kiállítási anyagot, illetve a hozzá kapcsolódó vetítéseket. Az említett Ladócsi Galériának az ígéretét már bírjuk, hogy oda vándorolhat majd Kartal vonatkozásában ez a kiállítási anyag. Milyen jellegű pályamunkákat várnak, és milyen kategóriában várják ezeket a pályamunkákat? Mert ugye itt az érintőlegesen már említettük, hogy van egy fotós és egy rövid film. De hogyha egy pályázóként gondol bele az ember, akkor milyen téma fele kezdjen el gondolkodni? Hát ahogy a címet is említettük a bevezetőben, a szülőföld témakör mindenféleképpen, hiszen az alapítónak is ez a fajta erős kötődése jut kifejeződésre magának az alapítványnak a létrehozásával, és ezekben a beérkezésre váró pályamunkákban is abban bízik, hogy ez köszön vissza a szülőföld iránti elkötelezettség, de itt azon belül kicsit rétegzetté vált a kiírás, mert ugye van, aki valóban innen származik, tehát tényleg szülőföldje a Galgamente, de valaki lehet, hogy egy másfajta megfogalmazást ad, ha nem innen származik, de ide került, tehát lakóhelyként tudja már megélni. Illetve teljes mértékig ezen a 14 településen túl mások sincsenek kizárva ebből a pályázatból, mert egyfajta elfoglalatlan szemléletet is vár erről a vidékről, akit valami miatt ez megigézett, megszólított ennek valamely települése vagy valamely részlete. És hát darabszám tekintetében természetesen korlátokat be kellett építeni. Egy pályázó maximum 5 darab fotót, és maximum 2 darab mozgóképi alkotást nyújthat be. De bízunk benne, hogy így is lesz olyan bőség, amiből majd tudunk válogatni, és egy gyönyörű anyagot felmutatni a kiállításban és a vetítésben. Bízom benne, hogy gyöngyszemeket fogunk találni, és ezt később mi is bemutathatjuk majd a nézőinknek és a közönségnek. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és sok sikert kívánok a pályázathoz. Én is a teljes kuratórium nevében köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen.